két évtizede szerepel a gimnáziumok országos rangsorában a nyíregyházi Krúdy Gyula gimnázium. A listát a HVG, a kompetencia felmérések és a felsőoktatási felvételi eredmények alapján állítja össze. Idén a Krúdy érte el a legjobb helyezés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A 24. helyen végzett. Az intézmény vezetője azt mondta 35 perc című műsorunkban, hogy az előkelő eredmény a tanári kar és a diákság közös eredménye. Állandó összetételű és jól összetartó nevelőtestület dolgozik a gimnáziumban. A képzési profilunk is változatlan az elmúlt időszakban, és a szülők között töretlen népszerűségnek örvendenek a képzéseink, és hát természetesen az, hogy a Nyíregyháza városi iskolákban végzett általános iskolások nagyon alapos, stabil felkészültséggel kezdik meg nálunk a gimnáziumi tanulmányaikat. Hányszoros a túljelentkezés általában a Krúdyba? Tagozatonként változó 3-5-szörös számmal szoktunk számolni, de vannak olyan tagozati formáink, amikor néha 7-8-szoros túljelentkezés sem lehetetlen. Az elmúlt 2 év járvány miatti korlátozásai éreztették negatív hatásokat a diákok mentális állapotán, de a tanári kar megpróbált alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Krisz Gyula azt mondta, a versengés helyett az együttműködés kultúráját erősítették az elmúlt időszakban, ami meglátszik az eredményeiken. A megszerzett tudás az egy olyan kincs, amit minden életkorban, minden élethelyzetben kamatoztatni lehet. Az együttműködés fontosságát emelem ki másodikként. A közösségi élet az arra is szolgál, hogy, és a most már teljesen újszerű pedagógiai módszerek is sarkalják arra a kollégákat, hogy egyre több együttműködésen alapuló, kooperáción alapuló módszert is elsajátítsanak, így van a gyerekek, mert hogy egy olyan gazdasági jövőben kell majd megtalálniuk a helyüket, amikor csak együttműködve sikeresek lehetnek. Ez azt jelenti, hogy picit háttérbe szorul a versengés. Igen. És az együttműködés. Így van. Ettől függetlenül azért a tanulmányi versenyeken a Krúdy, gondolom, hogy előkelő helyen. Nagyon-nagyon sokféle tanulmányi versenyen próbálkoznak diákjaink, és még azt mondom, hogy egyre több és több is alakult az utóbbi időkben. Itt már nem csak a tantárgyi versenyek, hanem szónokverseny, innovációs verseny is megjelent a palettán, ami azt is jelenti, hogy nekünk is lépést kell tartanunk. A HVG 100-as listáján idén is fővárosi intézmények végeztek az első helyeken. Az első 10-ben egyetlen vidéki iskola, a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium szerepel a 8. helyen. A Krúdy mellett még egy megyei intézmény került az első 100-ba, a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium szerezte meg a 67. helyet.